az eredeti, a klasszikus, az autentikus, a görög, melyet egyetlen vérbeli maratonfutó sem hagyhat ki. 2022. november 13-án került sor az aténi maratonra. A futók maratonkösseiből Atén városába futnak. Idén 5 bicskei sportoló teljesítette a távot. Az utazás előtt faggattuk a futókat. Nagyon a felkészülés utolsó pillanataiban vagyunk. Nekem ez lesz az első maratonom, de egy kicsit visszamennék az időben. Valamikor 2010-ben pattant ki a fejembe, hogy jó lenne teljesíteni ezt a távot, ezt az autentikus maratonból Aténba, mivel, mint tudjuk, időszámításuk előtt 490-ben volt a maratoni csata, az 2010-ben volt a 2500 éves évfordulója, én akkor szerettem volna, de sajnos objektív okok miatt nem került rá sor. Idén tavasszal így jutott másodszor így eszembe, és a Gyagási Ákos úszóedző kollégámmal beszélgetve, ő is kedvet kapott rá, de hát mondom, majd jönnek a többiek, ők is elmondják, hogy hogyan sikerült így ilyen 5 fős csapattal képviselnünk Bicskét majd november 13-án az aténi maratonon. Mit várok magamtól? Legfőképpen teljesíteni szeretném a távot. 42.195 méter. Mondhatni már hetek óta készülök, illetve hónapok óta készülök fizikálisan, de mentálisan fejben, mondhatni ezzel kelek, ezzel fekszem, hogy felkészüljek fejben mentálisan és pszichésen is. Mivel ez az aténi maraton, ez igen csak nagy szintkülönbséget tartalmaz, hogy olyan 7-8 kilométer után olyan 30 kilométerig csak emelkedők és átszegdelt terep van. Szóval azt át kell vészelni, és idézőjelben utána már csak be kell gurulni Aténba, a stadionba, ahol már az előző évek maratonjait megnézve többször YouTube-on végig nagyon nagy szurkolás van, végig nagy ováció van. Az biztos, hogy a futóknak, úgy gondolom nekem, nekünk is nagyon sokat fog segíteni, és túllendít bennünket a holdponton, ami minden arra lehet sokféleképpen készülni, de az nagyon sok erőt ad. Azon kívül, hogy menet közben a frissítések, a különböző gélek, amik segítenek, meg a frissítőponton elhelyezett különböző gyümölcsök, banánra gondolok, meg egyéb. De hallottam olyat is, hogy valaki pont amikor fölértek 32 kilométernél, ott kólával kínálták a futókat, 2 kilométerenként vannak frissítőpontok, és ő akkor pont a kólát kívánta meg, mivel nagyon nagy cukortartalommal bír, valamint koffein tartalommal, és az neki nagyon jól esett. Tehát én szeretném teljesíteni, titkos álmom, hogy 4 órán belül teljesítsem, de hogyha 4 óra 12 percet vagy 4 óra 30 percet futok, akkor is haza fogok jönni, és nagyon büszke leszek magamra, hogy sikerült egy nagy álmomat. Természetesen ugye, ha már köszönöm szépen a megkeresést, meg azt, hogy itt lehetek, nagyon köszönöm szépen a családomnak, hogy segített a felkészülésükben mindenben, tehát a repülőjegytől a nevezésen keresztül, és az idő, szabadidő biztosításában is nagyon sokat segítettek, hogy köszönöm szépen nekik. Első elvárásom, hogy teljesítsem sikeresen a versenyt. Hát, hogy telik, még nem tudom, mert nem voltam még soha. Ez lesz az első. Egy maratonom volt ugye most októberben. Hát Aténiről annyit hallottam, hogy brutál szintes, tehát több mint 20 km emelkedő van benne, és hogy említek, nagyon jó hangulatú, mert hogy ugye maraton nevük is faluból indul, és Aténból, ahol ugye van a szállásunk, onnan majd egy ilyen kis busz fog minket kivinni maratonba. És tehát nyilván olyan busz, amivel csak ugye már rajtszámmal lehet felmenni, úgyhogy szerintem az is nagyon nagy buli lesz, és hát
Hát izgalmas. Hát az eredmény az... Hát, igazából még nincsen kitűzve semmi komolyabb cél, csak tényleg örömfutás, meg minden. Hát az elsődleges azért olyan 4 órán belül legyen a futás, de tényleg nem ez az elsődleges, hanem maga a hangulat. Bicskére megyünk sokan, meg repülés is minden, tehát ez így az az első. Hogy hát megvan adva, hogy például heti kilométerek számok, ugye heti 50-60 kilométer, hogy azokat teljesítsem folyamatosan, akár több hónapon keresztül. Itt most ugye voltak kisebb versenyek, azok is betudható felkészülésnek. Meg ugye Ákossal együtt szoktunk itt Bicskén futni. Hát mentálisan meg úgy, hogy még nem repültem soha, tehát az a legnagyobb félelem egyébként. Nem is a futás része, amitől félek, mert most azt már csináltam, viszont repülni még nem repültem, úgyhogy az elég izgalmas lesz. Hát egy nagyon jó versenyt is, egy nagyon jó élményszerzést várok ettől a versenytől. Idén nem ez a fő versenyem, nem ez a 3. számú verseny az idén. Ugye tavasszal voltam Bostonban, az volt a fő verseny, úgymond. Aztán ősszel egy hónappal ezelőtt voltam a Budapest Maratonon, ahol szerettem volna egy jó eredményt elérni, ami sajnos nem sikerült. Viszont az athéni egy köztudottan nehéz pálya, nehéz tereppel, elég sok a szintkülönbség, úgyhogy most ide nem egyéni csúcsért megyek, hanem egy jó versenyért és egy szuper élményért. Persze azért van az ember fejébe egy terv, egy bizonyos idő, amin belül azért szeretné teljesíteni, de nem az lesz az elsődleges, hogy most itt megfussam a legjobbamat. Hát 3 óra 30 környékét szeretnék, tehát azon belül azért szeretném lefutni, de hát majd meglátjuk, hogy milyen lesz a terep, és ezen nagyon sok fog ugye múlni. Ugye egy hónappal ezelőtt volt ez a nem túl jól sikerült versenyem, ami egy kicsit meg is viselt, csalódott voltam az eredmény miatt, fizikálisan is, és kicsit fejben is. Aztán rá egy hétre egy kicsit sikerült javítanom ezen az állapoton, ugyanis voltunk Esztergomban egy 10 kilométeres versenyen, és ott sikerült egy egész jó időt futnom. Úgyhogy hát elég sok magánéleti problémám volt most itt az utóbbi időben, úgyhogy még igazából nem is tudtam most teljesen erre fókuszálni. Persze az edzések mennek és készülök, úgyhogy most már 3 nap van az indulásig, úgyhogy most már azért egy kicsit kezd így fókuszba kerülni a verseny. Hétvégén volt még egy hosszú futásunk. Úgyhogy hát azt gondolom, hogy felkészültem, hát majd meglátjuk, hogy mit tudunk ebből kihozni. Hát én most az athéni versenytől azt várom elsősorban, hogy teljesítsem, ugye, ez az első cél, ez egy nehéz pálya lesz, és azért szeretném is jól érezni magamat, mégiscsak Athénba fogunk futni, ugye biztos sok szépség lesz, vezetesség és látványosság az út közben. Mindenképpen szeretném azért 4 órán belül megfutni, attól függetlenül, hogy elég nehéz pálya lesz. Tényleg szeretnék azért 4 órán belül futni. Hétre én mindig ilyen 10-12 kilométert szoktam futni. Hétközben szoktam általában csütörtökön résztávos futást vinni, az általában 15 kilométer magas intenzitásba, és mindig hétvégén szoktam hosszúzni, ez minimum 20 kilométer nálam, de mindig változik persze. A november 13-án megrendezésre került versenyen összesen 87 magyar férfi állt rajthoz. Közülük másodikként Agyagási Ákos 3 óra 25 perccel, 9-ként Buzár Dávid 3 óra 52 perccel ért célba. Vakán Gyula időeredménye 4 óra 18 perc, Városi Donát 4 óra 46 perc alatt, míg Szent Jobb István 5 óra 15 perc alatt teljesítette a távot. Szívből